akik közben csatlakoztak most a délelőttben egy hosszabb egységben, tárgyaljuk Hira Sándor, Munkácsi püspök élete és vértanúsága, az ő tanúságtevő életét. Aki írta ezt a könyvet, Riskó Marianna, ő a vendégünk itt a stúdióban, és ő a doktori dolgozatát írta Hira Sándorról, erről, akinek a boldoggávatását elindították, a gulágon járt, számüzetésbe küldött, ott is meghalt, Kazaksztánban halt meg, szent életű embernek az életét tárgyaljuk, és valaki, aki a püspökatyának Kárpátalján már nem annyira ismert, de Kazaksztánban, a távoli Kazaksztánban nagyon tisztelt Hira Sándornak egy állítunk mementót azzal, hogy az EVTN katolikus televízió vatikáni stúdiójának az egyik vezetője, ott született, ott nőtt föl Kazaksztánban, most ő Vatikánban él, úgy hívják, hogy Alekszej Gotovszki, és ő van a vonalban. Szeretettel köszöntelek, kedves Alekszej! Jó reggelt kívánok! Спасибо большое, что вы меня пригласили поговорить сегодня утром. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a mai reggeli beszélgetésre. Úgy mondatról mondatra fordít majd téged, Marianna. Mondja tovább. Mi az a, hogy emlékszel, mit tudsz Hira Sándorról? Пожалуйста, расскажите, что вы знаете, из каких пор слышали об отце Александре? Отце Александре Хире я слышал с самого детства, когда мы стали ходить уже в католическую церковь. А в каких годах? Его имя было постоянно на слуху. Tudom, kicsi koromtól hallottam Hira Sándorról, különösen amióta elindultunk templomba, de nem válaszolt a kérdésemre, hogy mikortól jártak templomba. Akkor kik gadák van nácsidé hagyit szerkev? В 98-м году, 1998 году. 1998-tól kezdve látogatták a templomot. Я узнал, что он был один из основателей нашего прихода Святого Иосифа. Én úgy tudtam, illetve úgy ismertem meg, hogy ő volt az egyike, aki megalapította az egyházközségünket, a Szent József egyházközségünket. Его невозможно было не заметить, потому что он был похоронен прямо за стеной церкви. Nem lehetett nem észrevenni, ugyanis eredendően a templom fala alá temették. Я когда проходил церковь, я всегда читал его имя и вот как бы слышал, что он основал нашу церковь. Я всегда гордился, что вот у нас епископ похоронен. Azt mondja, amikor elmentem a, vagy ahányszor templomba jöttem, mindig elmentem a síremléke mellett, és azt mondja, hogy büszkén olvastam ott a nevét, hogy na hát nekünk püspökünk volt. Van-e bármilyen személyes emléked, ami idősebbek, akik még ismerték őt személyesen, a püspökatyát, hogy mondtak neked valamit? Алексей, имеете ли какие-то воспоминания или в разговоре с более пожилыми, старшими людьми рассказывали ли об отце Александре? Так что для вас это личное, близкое воспоминание? Я помню. Особенно от наших сестер-монахинь, которые наши сестры-монахинь, евхаристки. Они нам рассказывали об истории нашей церкви. От них я узнал, что у нас был епископ. И это было настолько важно, потому что епископ, он рукополагал новых священников. Да. Тоже у нас в Караганде. Hát igazából az evharisztikus nővérektől hallottam róla, ők meséltek arról, hogy nálunk volt itt egy püspök, és hát a püspök papokat szentel, és itt nálunk Karagandában is szentelt, vagy végzett szenteléseket. És a jövő героической вере, и о том, что он до конца своей жизни должен был скрывать, что у него такой высокий статус епископа. Azt mondja, hallottam arról, hogy milyen hősies hitű püspök volt, és arról is hallottam, hogy élete végig titokba kellett tartania, hogy ilyen magas
Рангелан. То многие люди узнали о том, что он епископ, только когда его хоронили, так как его похоронили в Митре. И очень многие люди удивлялись. И вот всю свою работу и жизнь в Караганде он очень был, он должен был это скрывать, но также он был очень простым и простым человеком. То есть он никогда этим не гордился в том смысле, что он не думал, что он выше других. Но он, будучи епископом, помогал людям, служил мессы и должен был это скрывать. No, tehát azt mondja, hogy a hívek gyakorlatilag csak temetése napján szembesültek azzal, hogy püspökről van szó, ugye püspöki Mitrában temették, és nagyon meglepődtek az emberek, hogy hát akkor hogy püspök. Hát nyilvánvalóan 26 év után azért volt mind meglepődni, és ennek ellenére azt mondta, hogy ilyen magas rangú volt, ő mindig nagyon-nagyon egyszerű volt, soha nem helyezte magát fölébe senkinek, és így szolgálta az itt lévőket. Miért kellett titokban tartani, hogy ő püspök? Pocsi mondasz, hogy most kravágy, szóly szán. Ну, потому что были гонения на как сказать, на христиан, ну, то тоже на верующих людей во время коммунизма. Коммуниста и даже если в Караганду он уже приехал сам, то есть ему нужно было уехать из своей епархии, он жил сейчас это Западная Украина, то в Караганду он приехал, потому что был очень была большая община католиков им помогать, но он должен был скрывать, потому что у него была огромная такая власть, чтобы он мог рукополагать священников и также епископов. И естественно во время коммунизма он был как бы опасный человек, потому что он мог рукополагать новых священников, и поэтому церковь могла, и не только могла, но он также развивалась благодаря ему. Azért érkezett Karagandába, mert itt nagy katolikus közösség volt, és azért jött, hogy segítsen. Hát én egy kicsit másként tudnám ezt elmondani, de ezt most meghagyjuk így ebben a hitében. És azt mondja, hogy hát püspökként nyilván fontos szerepe volt, mert papokat és püspököket is szentelt, erről is tud tehát. Hogy látja, mennyire ismerik most és tisztelik az emberek Kazaksztánban? Как вы сейчас чувствуете, видите, насколько сейчас жива память о нем? Ну, она живая. Или так как я уже живу в Риме 10 лет, а прямо сейчас я не знаю, но люди знают об Александре Хире, потому что сейчас его мощи, они были перенесены где они были похоронены у стены храма, вовнутрь храма и вместе покоятся с мощами блаженного Владислава Буковинского. Поэтому каждый человек, который приходит, он видит эти мощи и, естественно, знает о нем. Так, mindenképp élő az emlékezet, ugyanis eredendően a templom fala alatt volt eltemetve, aztán áthozták a templom belsejébe, és együtt az egyébként lengyel származású, talán nem mondta, de azért hozzáteszem, Vladislav Bukovinszky atyával, akivel együtt szolgáltak hősiesen abban az időben. Ő egyébként már boldoga is van avatva. Tehát őket már újra temették, de az egyik oltar alá. Hát az emberek itt minden napi szentmisé jövet menet. Gyakorlatilag találkoznak velük, és hát nem tudják elfelejteni. Én nagyon köszönöm, Alexej, hogy bekapcsolódtál az adásba. Amikor beszélgettünk Hira Sándorról pár héttel ezelőtt, akkor sokkal kevesebbet tudtak az emberek róla, mint ezután az adás után tudnak, és ebben szereped van neked is, és ezt folytatjuk majd, hogy tényleg megismertessük a gyönyörű hősi életét Kira Sándornak. Köszönöm szépen, hogy... Большое спасибо, что включились в наш разговор. Когда мы несколько недель тому говорили об этом, наверное, слушатели или зрители меньше знали об Александре Хире, чем после сегодняшней передачи будут знать, поэтому большое спасибо за участие. Спасибо вам большое и köszönöm szépen. Most pedig bekapcsoljuk mindjárt egy pár percen belül József Wert püspök atyát. Ezt még gondoltam, hogy jó, hogyha tudod.
Még lehet nem talán mondani. Hallotta. Igen. Igen. Nagyon jó, hogy ezt a fiatal embert, hiszen 30 éves nagy jövő előtt áll, és ő nagyon fontosnak tartja, hogy sokan megismerjék Híra Sándor életét és a személyét, és hát az nagyon jó, hogy ő a Vatikánban van, ez is egy, és a katolikus televíziónak a keretében dolgozik, ez is nagyon ígéretes a boldogavatási eljárás továbbvitelére.